Január 20-án és 21-én rendezték meg a női NB1-es téli teremtornát Szigetszentmiklóson a Városi Sportcsarnokban, amelyre utoljára 2020-ban került sor. A torna felkészülésként szolgált a március 2-án kezdődő nagypályás bajnoki szezonra. Nagyon örülök, hogy hosszú kihagyás után újra sikerült megszerveznünk ezt a téli teremtornát. Korábbi években ugye még játékosként vettem részt rajta, de már akkor is nagyon jó kezdeményezésnek tartottam. Jó volt így kezdeni az évet, egy kicsit ráhangolódni a felkészülési időszakra, és mindig egy kicsit össze is kovácsolta a csapatot. És most a másik oldalon állva szervezőként szintén azt gondolom, hogy fontos esemény a szakág életében. Amellett, hogy a csapatoknak szakmai szempontból is jó lehet, illetve be tudják illeszteni a felkészülési programjukba. Továbbra is fontos célunk a női labdarúgás népszerűsítése, úgyhogy erre az alkalomra is nagyon jó ez a két nap. A palánk és a rövid játékpercek mind-mind azt segítik elő, hogy a szurkolók pörgős, gyors, látványos mérkőzéseket lássanak. Örülök neki, hogy újra itt vagyunk és összegyűltünk. Kicsit megadja a hangulatát itt a téli felkészülésnek, kicsit a monoton futóedzésekből. Kicsit kijövünk és ide eljövünk, jól érezzük magunkat, úgyhogy nagyon szeretünk idejönni. Szerintem nagyon jó a hangulat. Mindenki eddig nagyon kedves volt, akivel beszélgettem vagy találkoztam, segítőkészek. És a csapatban is nagyon jó a hangulat, szóval nagyon jó barátságok vannak meg minden. Nagyon várjuk most már a tavaszi szezont. Nyilván furcsa, hogy most ilyen korán találkoztunk egymással, de örülünk neki, legalább játszunk egymás ellen most is kicsit. Hál' Istennek így teremben jól megy nekünk, de összességében nem készültünk egyébként különösen erre a tornára, de jó, hogy a felkészülés során ilyenen is részt tudunk venni. Teljesen más mozgásminta kell, mint a nagypályán, meg nyilvánvalóan más szabályokkal is kell játszani, más terhelés is kapnak a játékosok, de ez egy igen jó felkészülés, mert itt ugye a technikai tudás előjön, úgyhogy szerintem igencsak pozitív. Mi amúgy is ugye régen futszálcsapat voltunk. Igaz, ez kicsit másabb, tehát nem összehasonlítható, de nagyon vártuk ezt a tornát, bár nem igazán készültünk rá, tehát egyáltalán nem. Úgy jöttünk ide, hogy játszunk egy jót és fussunk sokat, mert ugye most az alapozásnál még ott tartunk, hogy a kondíciónk legyen meg. A legkisebbek is megvillantották focis tudásukat az UEFA Playmakers program keretén belül. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a női futball, és egyre jobban elterjed. És jó volt látni, hogy ilyen picik, és már most nagyon ügyesek, tehát nem az volt, hogy csak úgy kergetik a labdát, és rúgják, amerre áll, hanem jó, szépen vezették a labdát, passzoltak, és nekem nagyon tetszett. A csapatunkban is most egy elég nagy fiatalitáson mentünk keresztül. Itt a csapatunkban van több olyan fiatal játékos is, akinek ez az első ilyen teremtorna. Szeretnénk nekik természetesen példát mutatni, és nekünk is sokkal nagyobb motiváció, hogy itt vannak a kicsik, néznek minket, és ez úgymond a mi teljesítményünket is kicsit feldobja. A Haladás Viktória csapatkapitánya Balogh Henrietta bizakodva várja a tavaszi szezont. Szeretnénk egy masszív csapat lenni, egy stabil csapat, akik esetlegesen az azonos képességű csapat ellen simán tudja hozni a mérkőzéseket, illetve az előrébb tartó csapatokkal a nehezebb mérkőzéseken pariba lenni velük minél tovább. Végül a Készen Mihály Szeged vihette haza az első helyezetnek járó díjat. A torna gólkirálynője pedig Trübejovics Ivana lett, aki 6 találatot szerzett. Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy megrendezték ezt a nagyszerű teremtornát, nagyon szép gólokat láthattunk. Büszke vagyok a csapatomra, és egyúttal boldog is, hogy első helyen végeztünk. Őszintén nem számoltam, hány gólt szereztem, de ez nem sikerült volna a csapatom nélkül, úgyhogy szeretném nekik is megköszönni, hogy segítettek, hogy ilyen sok gólt tudjak szerezni. Az ezüstérmet az MTK Budapest vehette át, a harmadik helyezett pedig az Eto FC Győr lett.